Szóval üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetésen a gombabőröknek a témáját fogjuk majd körüljárni, és először is szeretném elmondani, hogy ez a beszélgetés részét képzi, a Bukaresti Design Week ideje alatt látogatható, a Jövő most kezdődik című kiállításnak, amelynek én voltam a kurátora. A kiállítás a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet kiállítóterében látogatható június 13-áig, és a kiállításon 10 fiatal magyar divat- és formatervező munkáját mutatjuk be. Kifejezetten olyan tervezőknek a munkái megtekinthetőek, akik fenntarthatóság iránt érzékeny alkotásokat hoznak létre. A kiállító tervezők pedig Tóvaj Rozália, Kárpáti Judit Eszter, Esteban de la Torre, Kisbaraksó Alexandra, Huszár Katalin, Raffai Dávid, Labus Lili, Lévai Zsófi, Zala Zsófiai, Tóth Ádám. A tervezők munkái során arra törekednek, hogy a tárgykultúránkat megreformálják, és munkáikat kísérleti jelleggel, de a környezettudatosság eszmét figyelembe véve állítják elő. A kiállításon a látogatók nyomon követhetik, hogy milyen fejlődésen megy keresztül Magyarországon a dizájnipar, és milyen kísérletek születnek egyébként a fenntartható tervezésnek a területén. A kiállításon láthatunk példát okos textilekre, upcycling és recycling anyagkísérletekre, biológiailag lebomló anyagokra, illetve gombából növesztett bőrökre is, és ez az utóbbi lesz most a beszélgetésünknek a témája. És először is akkor szeretnék kérni mindenkitől, aki a beszélgetésnek így a szoros résztvevője, tehát Kisbaraksó Alexandrától, Máté Károlytól, Márföldi Dórától, Barta Virágtól és Bíder Laurától egy rövid bemutatkozót, és illetve a bemutatkozóba említsétek meg azt is, hogy a tervezésetek vagy az alkotás során hogyan találkoztatok először a gombával és a gombabőrökkel, és akkor szeretnélek téged kérni, Szandra, hogy kezdd el a bemutatkozást. Sziasztok, én Kisbaraksó Alexandra vagyok, a Manera stúdiónak a tervezője. Én kombucsa alapanyagú, kombucsa bőrrel kísérletezem igazából, terméktervezőmérnökként, és ezt nem is gombának, hanem inkább bakteriális cellulóznak nevezném ezt az alapanyagot, amivel én kísérletezem. Úgy találkoztam ezzel az anyaggal először, hogy egy egyetemi projekt során szembe jött egy netes kutatás alatt egy ilyen ebből növesztett kabát, ha jól emlékszem. Uh-huh. Ez még egy ilyen 2010-2012 körüli külföldi kutatás volt, és utána több-kevesebb kihagyással igazából így folyamatosan foglalkoztam ezzel a témával és az anyagkísérletezéssel, viszont most az utóbbi nagyjából fél évben lett ez ilyen intenzívebb és gazdagabb. Uh-huh. Köszönjük szépen. Akkor Máté Károlytól szeretnék kérni egy bemutatkozót, illetve hogy te milyen formában foglalkozol a gombákkal. Üdvözlök mindenkit, nevem Máté Károly. Nos, hát én kisgyermekkorom óta már ebben a szakmában belecsöppentem, úgymond, mert már generációk óta a családom ezzel a gombával is ennek a feldolgozásával foglalkozik. Üzleti szinten 2016-tól művelem ezt a szakmát, mikor is megalapítottam a Fomes Fomentarius webshopot az Etsy site keretén belül, és ott készítünk különböző használt, illetve dísztárgyakat ebből a gombabőrből. Most, amit még kihangsúlyozok, hogy csak 3 vagy 4 család van még, aki aktívan tud ezzel dolgozni. Sajnos kiöregedtek, fiatalok meg kicsit ellustultak, úgymond, mert a természetben elég sokat kell ugye menni, mi nem termesszük a gombát, hanem a vadonból gyűjtjük be, és akkor a hagyományos füllesztési, feldolgozási módokat használjuk. Uh-huh. Köszi szépen. És akkor tőled, Dóri, szeretnék kérni újszinte egy bemutatkozást, illetve arra is kérnélek, hogy egyúttal mutass be a tervezőket is, akiket
majd prezentálni fognak még így a mai nap folyamán. Jó, üdvözlök én is mindenkit, Mászföldi Dóra vagyok, textilművészként dolgozom. Kutatási területem a biodizájn is, ezen belül pedig a különféle gombák micéliumai, illetve az általuk létrehozott struktúráknak a ciklikusságba való beilleszthetőségével foglalkozom. A micéliummal nagyjából 2019-ben találkoztam a mesterképzésem alatt a Metropolitan Egyetemen, amikor is a fenntarthatósági fél év során Alexandrához hasonlóan én is egy háttérkutatás építés közben találkoztam ezzel az anyaggal, és nagyon izgalmasnak találtam azt, hogy ez egy olyan anyag, ami tulajdonképpen önmagát fölépíti, és kooperatívan tudok vele együttműködni, mint médiummal, és így kezdődött a kutatásom, ami alapvetően elsősorban anyagkutatás, azt kutatom, hogy milyen anyagminőségek hogyan tudnak stabilan struktúrába rendeződni a különféle paraméterek között. És a 2020-ban diplomáztam a Metropolitan Egyetemen, és és 2020 szeptemberétől ugyanitt óraadóként dolgozom a textil tanszéken, és óraadóként kapcsolódtam be abban a nagyon izgalmas fenntarthatósági projektbe, aminek kapcsán megszülettek a hallgatói eredmények, amelyek a mai napon prezentálásra kerülnek. Ez a taplógombának a felhasználása, illetve a fenntartható különféle anyaghasználatok köré csoportosult, és Papanettel együtt indítottunk el egy olyan projektet 2020 szeptemberében, ami a taplógomba hagyományos felhasználásából kiindulva különféle innovatív felhasználási módokat jár körül. És a tavaszi fél évben a Metropolitan Egyetemen mindig megrendezésre kerül egy integrált társművészeti gyakorlatok kurzus, melynek keretein belül a Metu Art Master első éves hallgatók összevegítve hibrid társaságként különféle projekteket visznek, és ide kapcsolódott a taplógomba felhasználással való együttműködés, tehát ez a taplógomba projekt, amelynek során amellett, hogy különféle fenntartható design módszertanokat is igyekeztünk a hallgatóknak bemutatni, egy 4 alkalmas workshopot hoztunk számukra létre, ahol külső designerek bevonásával, nevezetesen Huszár Katalin, illetve Rafai Dávid designerek bevonásával készítettek a hallgatók 4 alkalom alatt egy olyan időmérő eszközt, amelyben fenntartható alapanyagokat használtak. Jelesül a taplógombából készített, taplógomba felhasználásával készítettek prototípusokat. Nagyon izgalmas munkák születtek. A hallgatók saját szakuknak megfelelően hibrid párokat alkotva hozták létre ezeket a prototípusokat. 4 szakról érkeztek ezek a diákok: formatervezés, építőművészet, textiltervezés mesterszak, illetve tervező grafika szakos hallgatóink is voltak. Nagyon izgalmas lett mind a 4 prototípus, és ezek közül pedig most az elkövetkezendőkben Bider Laura, illetve Barta Virág fogja bemutatni a munkáját. Rendben, köszönjük szépen, és akkor várjuk Virágnak meg Laurának a rövid kis prezentációját. Rendben, egy pillanat. Látható a képernyőm? Igen, látható. Szóval, sziasztok, mi Bider Laura és Barta Virág vagyunk, és akkor a továbbiakban megmutatnánk az on-time workshopon készült munkánkat. Volt egy választott célszemélyünk, Maja, és az ő ízlésének megfelelően készítettük el a végleges tervkoncepciónkat. Maja ízlésének megfelelően és használati tárgyainak, illetve
lakásának megfelelően készítettünk egy moodboardot, és ezek után kezdtük el magát a formakeresést. Kezdetben a szögletes formák és alakzatok vonzottak minket, és a későbbiekben ezt akartuk átvinni egy karórának a megtervezésére. Színkombináció szempontjából ezekben a színekben gondolkoztunk, de a fő motívumot és szerepet a tapló gomba textúrája, illetve színtónusa adta meg a terv koncepciónkban. És itt láthatóak az első kísérletezéseink. Igen, itt a záródásra tettünk több kísérletet. Első körben filccel próbálkoztunk, már mint az volt a hordozó, és csat, illetve patent volt az első elképzelésünk, viszont ugye szerettük volna leredukálni az anyagokat, amiket használunk. Tettünk kísérletet ugye festésre, de ezt elhagytuk, mert ugye nem a legkörnyezetbarátabb módszer, égetésre, hímzésre, illetve biopolimer kísérleteket folytattunk azért, hogy be tudjuk építeni majd az órafejbe. Ugye kezdetben szögletes formákban gondolkoztunk egy karóra kivitelezésével kapcsolatban, majd a későbbiekben ezt átvittük ilyen hullámos ívelt formákba. A karóra szíjának záródását tekintve pedig a gomb és a gombjuk funkcióját választottuk így véglegesre, annyi különbséggel, hogy itt a gomb maga az órafej. Ja, a végleges tervkoncepcióval kapcsolatos elképzelésünket mutatja a további látványterv, és ezek után kezdtük el a prototípusnak az elkészítését. Itt az első tapasztalat, amivel találkoztunk, hogyha a gombabőrből kivágunk egy lyukat, akkor az utána a bőr nagyon könnyen szakad, illetve nagyon könnyen nyúlik. Az órafejet pedig fából terveztük kivitelezni. Igen, itt a mintaképzésnél meghagytuk a szögletes formákat. Először felhevített csavarhúzóval nyomtunk mintát a gombabőrbe, majd ezt vittük tovább, és lézervágóval tettünk több kísérletet. Itt inkább azt vizsgáltuk, hogy milyen vonalvastagságot használjunk, illetve milyen sűrűségű mintát bír még el az anyag, anélkül, hogy kigyulladna. Igen, itt a gombjuk megerősítésénél kézi hímzéssel próbálkoztunk először, illetve a mintaalkotásnál is próbáltuk belevinni, de azt figyeltük meg, hogy, tehát, hogy gyenge az anyag, illetve könnyen szakad a hímzés mellett, és mindenképpen szeretnénk egy hordozót rávarni az óraszíjra. Itt pamutlen, illetve kender jött szóba, és most első körben varrógéppel pamutot vartunk rá. A széleldolgozásnál azt figyeltük meg, hogy tehát ez könnyen létrehozható, viszont a gépi hímzés az nem működött az anyag egyenetlensége miatt. Itt pedig az első prototípusunkról láthatjátok a képeket. A jövőbeli terveink között van az, hogy részletesen kidolgozzuk mind az órafejnek, illetve az óraszínnak és a kivitelezését, és ezt későbbiekben egy pontosabb és részletesebb prototípussal is be szeretnénk mutatni. És nagyon szépen köszönjük a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt így megmutattátok nekünk. Szandi, mi a tapasztalatod így a strapabíróság szempontjából és szakító szilárdság szempontjából? Mennyire lehet gyűrni ezt az anyagot, amit a kambudzsából előállítasz? Hát most még csak ilyen tapasztalati dolgokról tudok beszámolni, de hamarosan szeretnék majd az egyetemen ilyen rendes vizsgálatokat végezni, amik ezt majd így megmutatják. Én nem találtam a kutatásom során erre adatokat, vagy bármiféle tesztet, semmit. Uh-huh. Van egy olyan gyanúm, hogy lehet, hogy nem véletlen, de kíváncsi vagyok rá, és így el akarok vele menni addig, ameddig tudok, meg lehet, meg érdemes. Uh-huh. És Dóri, engem még az érdekel, hogy
bent egyébként az egyetemen, a Metropolitan Egyetemen, mi a tapasztalatod, hogy mennyire elvárás egyébként a diákok irányába, hogy a fenntarthatóságot vagy a környezettudatosságot egyébként be is építsék a tervezési folyamatokba? Hát én azt látom, hogy a METU, főleg a textil tanszéken ez nem is elvárásnak tekinthető, hanem egyfajta ilyen alapfundamentumnak, és nagyon sok esetben azt látom, hogy a hallgatóknak ez egyfajta belső igényük, hogy olyan dizájnerekké váljanak, akik munkájukkal semmiféle ökológiai lábnyomot nem hagynak maguk után. Nyilván ezt igyekszünk velük a különféle projektek során tudatosítani, hogy a saját hallgatói múltamra is visszaemlékezzek. A masterképzés második fél éve nálunk egy bio alapanyag kutatással kezdődött, ahol különféle fenntartható anyagokkal foglalkoztunk, és igazából ezen belül nagyon nagy szabadságunk volt, igazából a merített papírtól kezdve a műanyagon át számos bio alapanyaggal foglalkozhattunk, úgyhogy én egyre inkább azt tapasztalom, és így kieblítve az egyetem falain túl is a különféle pályázatok és egyéb kiállítások és design produktumok, egyre inkább azt látom, hogy e felé mennek. Uh-huh. És akkor megkérdezem Virágot meg Laurát is, így hallgatói oldalról, ők hogy érzik egyébként, hogy nekik mennyire fontos, amikor terveznek, akkor az a termék minél inkább a fenntarthatóságnak megfelelhessen? Hát mivel ugye a világunk is afelé tendel, hogy ugye a klímaváltozást meg akarjuk állítani, meg a környezettudatosság egyre nagyobb, szóval, hogy egyre jobban képbe van, és egyre nagyobb figyelmet kap, ezért mindenképp a diákok oldaláról is az, amit a Dóri is mondott, hogy igen, van erre eléggé nagy igény, hogy mindenképp fenntartható anyagokkal, vagy biológiailag lebomló anyagokkal, vagy olyan anyagokkal, amik hosszú ideig maradnak meg, és nem feltétlenül károsítják a környezetünket. Mindenképp ilyen anyagokkal szeretnénk tervezni, és ez úgymond a jövőbeli kép, amit így egy tanulói tervezőként így el tud képzelni magának, szerintem. Uh-huh. És egyébként, hogy látjátok így, kérdezem a hallgatókat is, Dórit is, illetve Szandit is, Szandrát is, hogy mennyire működik egyébként a gombabőrökről a tudás megosztás, akár csak Magyarországon, vagy nemzetközi szinten is, vannak-e olyan platformok, ahol a különböző kutatásoknak az eredményeit az emberek próbálják egymással megosztani, annak érdekében, hogy ebben minél hamarabb történjen egy áttörés. Szandi, te ezt hogy látod most, hogy a kambudzsa bőrökről, kambudzsa gombákról mennyire tudsz, és milyen típusú információkhoz hozzáférni? Hát lehet, hogy rosszul látom, de hogy én úgy, hogy erről sokkal kevesebb van, mint az egy, mint a micélium felhasználásról, kutatásokról, de lehet, hogy csak azért, mert hogy ezt kutattam, és nem találtam, de hogy hát néhány fórumot követek, ahol lehet ilyeneket így olvasni, és egyébként Facebook csoportok vannak erre, külföldi is, meg magyar is. Én ezt látom most legelőremutatóbbnak, mert hogy annyira friss, meg annyira új minden, hogy ezek még így nincsenek publikálva ilyen hivatalos szinten, szóval ilyen hónapokban lehet mérni azt, hogy mondjuk valaki valamire rájött. Azt, hogy mennyire osztják meg az ilyen tippeket, meg fogásokat, én úgy látom, hogy ebben a közegben talán jobban, mint más közegekben, de nem nagyon vagyok hosszú ideje más közegekben sem. Szóval kicsit kicsi az összehasonlítási alapom, viszont hát én így úgy érzem, hogy azért hozzá lehet jutni infókhoz, illetve
nem feltétlenül kész megoldásokhoz, meg kész receptekhez, meg ilyenekre gondolok, hanem valahogy olyan info morzsákhoz, amiből, hogyha összegyúrsz te egy saját gondolatot, akkor azzal tudsz előrébb menni. Uh-huh. Valahogy így tudnám ezt így kifejezni. De hogy akkor érzel némi támogatást azoktól az emberektől, akik egyébként nagyon hasonló kutatásokban vesznek részt, hogy ők is így próbálnak egyébként így tudást megosztani egymással? Hát szerintem igen. Szerintem igen, inkább külföldön, mint itthon, de itthon is most már van a HIPA, ami már nem is tudom, hogy már szerintem lassan évek óta. Én az indulásuknál voltam amúgy jelen, és utána így lecsatlakoztam, mert ők ilyen micéliummal foglalkoztak főként, és én meg nem, és akkor így nem annyira találtam ott a helyem, de szerintem ott például eléggé sok törekvés van erre a tudás megosztásra. És Dóri, neked erről mi a tapasztalatod? Mert most így az elhangzottak alapján nekem úgy jön le, hogy a micélium tart igazából a legelőre haladottabb fázisban, hogy erről egyébként igyekszenek a tudást megosztani különböző platformokon, vagy akár workshopokon. Én azt látom, hogy Nyugat-Európában ennek már van egy nagyon-nagyon kialakult módszere, hogy ebből az anyagból mit és hogyan lehet létrehozni, főleg a kompozitokból. Emellett viszont ugye itthon is kezd egyre inkább a klímaválság okán ez a biodesign témán belül egyre inkább megjelenik, és igazából a tudás megosztás az hasonlóan van, ahogy a Szandra is említette. Annyival talán előrébb vagyunk, hogy a micélium volt az az anyag, aminek segítségével Elvin Karana a Dárti Egyetemen kutatótársaival együtt kidolgozta az anyagvezérelt tervezés módszerét. Ugye itt arról van szó igazából, hogy a biodesignon belül az anyag vezeti a folyamatokat, és igazából az, hogy ez ebben a tanulmányban a micélium segítségével van illusztrálva és végigvezetve, ez azok számára, akik micéliummal foglalkoznak, nagyon-nagyon hasznos. Emellett én is azt látom, amit Szandra, hogy a micéliumról már egy egész széleskörű diskurzus kezd kialakulni. Ugye a HIFA közösség az nagyon-nagyon jól működik, és ott igazából a gombaismerettől kezdve a termesztésen át a kompozitok így eléggé le van fedve minden szegmens. Illetve mi az egyetemen belül is igyekszünk azzal foglalkozni, hogy ennek legyen egyfajta állandó platformja, illetve hogy erről legyen egy folyamatos beszédtér, ami amellett, hogy a hallgatóknak megmutatja azt, hogy milyen aktuális módszerek és tendenciák vannak, képes becsatornázni olyan ismeretanyagokat is az egyetemen belül, amik ugye jóval túlmutatnak. Tehát most például az elmúlt hónapban, amit egyébként a beszélgetés elején nem említettem, hogy ennek az egész tapló projektnek az apropója az volt, hogy létrehozzunk egyfajta tudásmegosztást, és ezt a fajta innovatív felhasználást, ami a tapló köré, illetve tágabb értelemben véve a micélium és egyéb gombák köré csoportosul, valamint a biodesign köré, megmutassuk egy kétnapos konferencián. Erre hoztuk létre Papanattel közösen a Glocal nemzetközi online szimpóziumot, ahol a taplógombától kiindulva elkezdtük a hagyományos feldolgozás mellett az innovatív tendenciákat végignézni, és ebben egy szekciót kapott például a micélium, illetve a gomba, mint a tervezés médiuma. Tök jó, ez nagyon hasznos. És Károly, te egyébként hogy látod a taplász mesterségnek a jövőjét? Hogy mennyire nyitottak, vagy mennyire kíváncsiak, érdeklődőek esetleg a fiatalok, vagy akár a fiatal tervezők, hogy ezt az alapanyagot megismerhessék? Igazából már pár éve együtt dolgozok pár designerrel,
ugye többek között Nina Fabertel is, aki Berlinben alkot és ott tanul még, azt hiszem. Uh-huh. De viszont többen megkerestek már Amerikából is a világ különböző pontjairól, és érdeklődést mutatnak maga az anyag iránt, de viszont mindenképp úgy gondolom, hogy valamilyen szintű fejlesztés azért csak muszáj lesz. Tehát egy az anyagmennyiség tekintetében, és mondjuk a vízállóság, szakító szilárdság tekintetében, hogy ebbe az irányba nyissak ki és fejlesztek, és szerintem így mindenképpen van most is így jövője, de úgy pedig sokkal széles körülben felhasználható lesz. Szuper. Hát szerintem egyenlő nekem ennyi volt a kérdésem. Van-e bárkinek így egymáshoz is egyébként még kérdésetek? Na, akkor egy kicsit így kinyitnám ezt a beszélgetést ezen a ponton, hogyha még bárkinek az eddigi elhangzottak alapján felmerült bármilyen kérdése, akár a hallgatók részéről is, akkor azt most felteheti. Hogyha nincsen, akkor én még megkérdezném Szanditól, hogy neki most mik a jövőbeli tervei, hogy kitart-e még továbbra is a kambudzsa gomba mellett, vagy érez-e magában egy nyitás arra, hogy mondjuk a micéliumból előállítható alapanyagot is kicsit jobban kikísérletezze a saját részére? Mindkettő. Egyrészt ugye nekem most az MMA ösztöndíj az így valamilyen szinten köt ahhoz, hogy a kombucsából hozzam ki a maximumot, amit tudok, meg egyébként is így tennék. Úgyhogy most a legközelebbi terv az, hogy egy tárgykollekciót hozzak létre, ami hát most így összefoglalja ezeket az elmúlt hónapokban történt kísérleteimet, és olyan új karaktereket, meg olyan megmunkálási módokat mutasson be az anyaggal, amit eddig még nem, uh-huh. vagy amit eddig mondjuk nem feltétlenül láttunk. Ez a legközelebbi, és egyébként igen, eléggé érzem azt, hogy kellene nyitni a micélium felé, és szerintem fogok is, viszont egy másik irány, amit most ilyen viszonylag előre mutatónak érzek, az ez a bioműanyagoknak a kérdése, ez a uh-huh. keményítő, meg hasonló ilyen összefogó anyag, vagy nem, hogy mondjam, és egy ilyen olyan kompozit kísérleteket folytatok most már, így egy pár hete, amik igazából pépesítés és préselés útján a kombucsát is felhasználják, de különböző ilyen természetes anyagokkal ötvözik, és ez egy ilyen másik irány, amit érzem, hogy érdekes. Uh-huh. A víztaszítóvá tétel szintén, illetve az is benne van a munkatervemben, hogy a tudás átadásra egy keretet kidolgozni ezzel uh-huh. kapcsolatban is, és ennek az ilyen tesztelése igazából workshopok, meg hallgatói, akár gyakorlatok, laborok által. Ez ilyen 2 éves távlat nagyjából. Uh-huh. Uh-huh. Ez nagyon izgi. És Dóri, te egyébként hogy látod, hogy a mostani workshop példáját szeretnétek folytatni a jövőben is? Szeretnétek-e hasonlóan gombabőrökkel még kísérletezni a hallgatókkal? Mindenféleképpen, tehát ezt a tapló dolgot szeretnénk továbbvinni, illetve emellett nem csak a micélium, hanem a különféle bioalapanyagokkal is szeretnénk foglalkozni. A hallgatókat nagyon-nagyon faciliteljük erre, és sok esetben azt látjuk, főleg a masterképzéseken, hogy a hallgatók maguktól találnak meg nyilván adott megfelelő témafelvetésre válaszul, találnak olyan fenntartható alapanyagot, amivel érdemes elkezdeni kísérletezni. Például most volt egy hallgatónk, aki nyilván ő most BL másodéves, aki nagyon izgalmas előremutató kompozit kísérleteket végzett gyapjúfiac felhasználásával. Mm.
tök jó. És nektek lányok, Virág és Laura, ti gondoltatok arra egyébként, hogy ezt a projektet, az órás projekteteket tovább vigyétek? Igen, hát mi pont beszéltük, hogy mindenképpen szeretnénk tovább vinni, mert tehát, hogy ismertebb legyen ez az anyag szerintem, mert tényleg én is itt találkoztam a Metun először, igazából mindhárom gombafélével, ugye Dóriával, a micéliummal, a kombudzsát is óra, tehát ezen az órán beszéltük át, és nagyon izgalmas, és nagyon nincs a köztudatba, és én szerintem nagyon fontos, mert ugye vagy például sokan allergiásak különféle anyagokra, meg főleg olyan, tehát amivel kezelik azokra az anyagokra, és hogy ez egy ilyen természetes, és tényleg nagyon jó a tapintása is, és emiatt szeretnénk továbbvinni, illetve sorozatgyártásba áthelyezni esetleg, hogyha erre majd lesz lehetőség, vagy kisebb szériába gyártani. Illetve én, akikkel beszéltem, ismerősök, barátnők, tehát hogy mindenki nyitott e felé, az irány felé, hogy alternatív anyagokat használjunk, és emiatt is lenne hasznos szerintem, hogy tovább vigyük. Hát akkor remélem, hogy ez a beszélgetés majd nekik is így ad némi inspirációt, és megismerkednek akár a micélium, akár a Szandi által használt kombucsa alapanyaggal, és akkor szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, illetve még felvezetnék további hallgatókat, akiknek a prezentációját újszint meghallgatjuk, és ők Újszászi Péter, Füle Anna, Kondákor Eleonóra és Tajti Renátó. Szeretném, hogy ők is akkor csatlakozzanak be a beszélgetésbe, és mutassák meg nekünk egy prezentációban, hogy ők ezen a Tapló Gomba Workshopon mit is hoztak létre. Hát röviden szeretnék csak beszélni én is erről, hogy ugye már elhangzott a Virágéknál, hogy hogyan is nézett ki ez a workshop, aminek keretében dolgoztunk. Még talán annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a workshopos munkánkhoz kaptunk segítségül választható perszónákat, akikhez tervezni tudtunk. És mi is a csapattársammal választottunk egyet ezek közül, egy fiatal brit férfit, Franklint, akinek a személyiség jegyeit vizsgáltuk, és azokat ilyen asszociációs háló segítségével próbáltuk kivontani és részletezni. És úgy véltük, hogy a Franklin mindennapi értékeiben felfedezhetünk egy kettősséget, ami a múlt és a tradicionális értékek szeretete, valamint a jövőben mutató modern gondolkodás ötvözete. Úgy gondoljuk, hogy Franklin viszonylag kevés, de jó minőségi személyes tárgyat birtokol, és ezek egy olyan tudatos vásárlót feltételeznek, aki számára fontos a fenntarthatóság és az innováció, és így az órájával is szeretné reprezentálni a gondolkodásmódját. Ugye ez azért volt fontos, mert ez a perszóna egy bizonyos célcsoportot is le tud fedni, akikhez próbálunk szólni a tervezés során, és akiket meg tudnak célozni ezzel a különleges alapanyaggal. És amikor ezeket az ismereteket így elsajátítottuk, akkor csapatásommal megalkottuk ezt az órát, ami a Moment nevet kapta, azon a logikán elindulva, hogy egyrészt ez egy időmérő eszköz, másrészt, hogy ebben a formában, csak ebben a pillanatban van jelen, mivel hogy a működéséhez nélkülözhetetlen óraszerkezetet leszámítva, teljesen természetes alapanyagokból épül fel. Minden eleme biológiailag lebontható, ugye egy körkörös gazdaságban jól beilleszthető terméket kaptunk, és ez már önmagában is a létezésében hordozza a globális etikusság üzenetét. A jelenlegi formájában, ahogy a koncepció áll, egy klasszikus csukorra rögzíthető taplógomba szíjjal kereszteztük, de az óra igazi különlegessége, hogy tulajdonképpen egy kitűző, amit a hozzátartozó szíjon kívül bárhová rögzíteni lehet, így akár egyéb gomba alakú kiegészítők is megjelenhetnek vele. És
Annyit szeretnék még megmutatni, miatt megköszönöm a figyelmet. Készültem egy másik képpel is, remélem ez is jól látszik, hogy még a workshop keretében próbáltunk kísérletezni azzal, hogy hogyan tudnánk a taplógombát formázni, vagy színezni. És a csapatársammal itt ezeket a domborulatokat, amik itt látszanak, és ilyen dombornyomatokat, ezt egy egyszerű háztartási vasalóval végeztük, azzal készítettük. Valamint, hogyha átvált a kép, akkor láthatjátok, hogy különböző színezéseket is próbáltunk elérni, és mélyíteni a színét, és tulajdonképpen megégettük a felszínét a gombának, és ez adott egy indítékot arra, hogy elgondolkozzunk, hogy mennyire változatosan lehetne akár csak ezzel a hőkezeléssel is változtatni ezt az anyagot, ahogy mondta, vagy elhangzott itt az előbb is, hogy Károlynál, hogy ez erősíteni is az anyagot. Ez alapvetően megváltoztatja a mechanikai tulajdonságait is, amellett, hogy a felületi struktúráltságát. És köszönöm szépen nektek, hogy meghallgattatok. Én is köszönöm szépen, és akkor szeretném kérni Eleonórát. A mi projektünk az androgűn nevet kapta, mi is órát terveztünk természetes anyagokból. Én Kondákor Eleonóra Terézia vagyok, formatervezőművész, a párom pedig... Tajti Renátó, építőművész. Kiválasztottunk egy perszónát, aki Maja, 65 éves, svéd, Berlinben született, elvált biológus, és ő egy nagyon színes egyéniség, nagyon szereti az önkifejező öltözködést, a ruházata harmonikus, egy-egy intenzívebb színvilágú dologgal feldobja. Nagyon aktív az élete, ő nagyon egy okos személyiség, és szereti az állatokat, a környezetet. Van biciklije, azzal jár mindenhova, de megengedheti magának anyagilag egy drágább autót is. A lakásban különböző kis illatos díszekkel tölti meg, illetve hát ezt a minimalista irányzatot szereti, de egy-egy ilyen bohémabb színnel dobja fel. Itt készítettünk egy ilyen színpalettát, ilyen nude színekben gondolkodtunk. A tervezésünket először is ilyen három irányban gondolkodtunk. A legelső egy ilyen nőies, organikus, dinamikus színvilágú, mozgalmas irány. A második az egy szerkezetességbe menő, kicsit ilyen szárazabb, a szabálytalanságban a szabályt követő formavilágot képviseli. A harmadik pedig egy ilyen nagyon bohém, rétegezett stílus etnóval keverve, ilyen varrásokkal és kézművességet támogató irányzat. És ezt a hármat így összegyúrtuk, és végül is kialakult bennünk az irány, hogy mi egy androgyn órát szeretnénk tervezni, ami ezt a gombának az organikusságát keveri ezzel a nagyon egyszerű nude világgal. Ekkor alakult ki bennünk ez a formavilág, hogy egy nagyon ilyen karcsuklót körbe ölelő formát akarunk készíteni, és igazából itt gondolkodtunk el azon, hogy hogyan applikálhatnánk bele magát a kijelző részt. Készítettünk záródási kísérleteket, megnéztük, hogy melyik megoldás lenne számunkra a legszimpatikusabb. Végül kiválasztottunk egyet, és ezt megnéztük különböző keménységű anyagokkal, hogy mennyire működik. Készítettünk biopolimeres ragasztási kísérletet, hogy két gombafelületet hogyan tudunk összeragasztani, ami sikerült is. És így készült el a fő termékünk, a gombaóra, ami két taplógomba szíj közé beágyazódik egy micéliumos szerkezet az óramű.
Igen, így látható jobban, hogy ilyen két rétegzett, és itt látható a záródása is, illetve hordható állapotban. Külön dizájn kapott az óramutató, ami együttálláskor és elmozduláskor más világot mutat. Mindenhol jellemző ez a rétegezettség, ami jellemző a taplógombára is, és elkészült termékünk hosszú mutatóval, valamint rövid óramutatóval. És köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen, hogy megmutattátok nekünk, hogy miken dolgoztatok. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy részt vett a beszélgetésen, illetve külön a Bukaresti Magyar Kulturális Intézetnek is, hogy segített minket a kiállításnak a megvalósításában, illetve segített minket abban is, hogy ez a beszélgetés is felkerülhessen majd később az internetre. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Sziasztok! És köszönjük! Köszönjük, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!